Itt vagyunk a Gólyában, a Szabad Október Fesztivál nyitó rendezvényén, ami egy baloldali arcképcsarnokot tár elénk a 20. századból. A baloldal múltjáról és jelenéről kérdeztük a résztvevőket. A mai parlamenti baloldal, ez nem is baloldali? Nem gondolom, hogy baloldali lenne. Tehát, hogy az inkább valamiféle élőhalottra emlékeztet, amelyik megpróbál így a felszínen maradni az oszladozó testrészei segítségével. Mi ma a baloldali politizálásnak az igazi tétje? Ha tudnám, hogy mi ma a baloldali, tehát tudnám, hogy mit kéne ma a baloldaliként tenni, akkor valószínűleg csinálnám. Az utító populizmussal, a kizsákmányolt, ellen fordító politikai propagandával, a szegényeket, a még rosszabb helyzetben lévőket ellen fordító propaganda vagy politikával szemben kéne szerintem egy olyan alternatívát nyújtani, amiről az emberek tudják és hiszik és érzik, hogy az ő érdeküket szolgálja a hatalmasoké helyett. Ebből a mindennapi küzdelemből, amiben nap mint nap szembefordulunk Orbán Viktorral és rendszerével, lehet, hogy egy kicsit hátrébb kéne lépni. El kéne menni beszélgetni másokkal, a saját környezetünkkel, hálózatokat kéne építeni, meg kéne találni azokat az embereket itt a saját környezetünkben, mert kevesen vagyunk, és tömegbázist kell építeni, és egy olyan gazdasági rendszert kell felhatalmasan építeni, ami nem oligarchák kezében van, hanem a nép, a dolgozó emberek kezében van. De nyilván egy csomó mindent lehet itt mondani, lehet azt mondani, hogy a munkavállalók képviselete, tehát azért alapvetően mégis régiós szinten, bármennyire is tényleg sokat emelkedett a minimálbér, vagy az átlagbér, mégis régiós szinten azért Magyarországon a legalacsonyabb. A szegénység is egy óriási probléma Magyarországon ma. Azt is látjuk azért, hogy bár az elmúlt években kijött kutatásokban még ez nem látszik, de azért kezdenek durván elszakadni a jövedelmi különbségek Magyarországon. Hogyha hipotetikusan arról beszélünk, hogy mit kéne csinálni egy baloldalnak, egy magát baloldalinak valló pártnak, akkor szerintem mindenképpen ehhez a kiállításhoz kell valamilyen formában nyúlni, ezeknek a személyeknek az élettörténetéből kell tanulni. Azért hoztuk létre ezt a fesztivált, mert azt gondoljuk, hogy van a 20. századi magyar baloldalnak egy olyan múltja, amire érdemes felhívni a figyelmet. Mi ennek a fesztiválnak a lényege vagy az üzenete? Hát igazából ilyen kétfajta indítatásunk van. Az egyik az, hogy ez ilyen, nem tudom, nevesebb két 20. századi forradalomnak az emlékezetét építsük fel, vagy így újra beszéljünk ezekről a forradalmakról, és ezen keresztül pedig a baloldalnak a dilemmáit is ki tudjuk bontani a jelenre vonatkoztatva. Azt hiszem, az volt a célunk, hogy olyan 20. századi baloldali alakokat mutassunk be, akik tettek azért, hogy egy másmilyen országban, egy jobb országban éljünk, egy egyenlőbb országban. Emelnél valamit, ami olyan probléma, ami nincs feloldva még a baloldal történelem képében a 20. században, amivel még nem nézett szembe, vagy amit nem rakott el a saját történelmi kánonjába? Erre is ilyen nagyon tágan tudok válaszolni. Így nyilván az van, hogy nem egy egységes baloldalról beszélünk, hanem ennek számtalan, ilyen, nem tudom, leágazása van, illetve ezek az egységek sem egységesek önmagukban, hogyha így azt nézzük, hogy nagyon sok ilyen megosztó kérdés van ezeken belül, és az, hogy a baloldalnak tágan milyen dilemmái vannak, erről így nem tudom, regéket lehetne zengeni. A Rákosi rendszerrel szembefordulni mondjuk a 20. századi magyar történelemben, az egy nagyon helyes tett, vagy a Vörös terrort elítélni, az is egy nagyon-nagyon helyes tett, tehát hogy ezek is hozzátartoznak a 20. századi baloldalhoz, és ezekről is egyébként kell beszélni. Baloldalnak mit jelent 56? 56 a baloldali forradalmat jelenti a sztálinista államkapitalista elnyomással szemben, mikor a dolgozó tömegek fellátottak az elnyomó hatalom ellen, és a magyar történelem, 20. századi magyar történelem egyik legcsodálatosabb eseménye szerintem. Szerintem az nagyon nagy probléma, hogy az, hogy állami megemlékezés nem lesz,
az őszírósás forradalom 100. évfordulóján, az első magyar köztársaság kikeltésének 100. évfordulóján, azt így elfogadjuk most már, vagy nem is vetjük fel, hogy ez mekkora probléma, de az nagy probléma, hogy ezen kívül is nagyon-nagyon gyér az az emlékezet, amit erről az időszakról végzünk. Nemzeti keretek között nehéz baloldalt csinálni, és szerintem nem is lehet, és nem is szabad.